Újabb kiadványa jelent meg a Kanizsai antológiának, sorrendben a 16. kiadványt veheti kézbe az irodalmat kedvelő olvasó. A legfrissebb kötet sok mindenben hasonlít, de sok mindenben el is tér az eddigiektől. Abban hasonlít, hogy ugyanúgy mindenféle műfaj megtalálta benne, mint korábban. Tehát megtalálta benne a szép próza, a vers, megtalálta benne a történeti írás is, méghozzá szaktudományos módon is, és kevésbé inkább prózába hajlóan, hogy így fogalmazza. Mert ha valaki olvassa, akkor nem tudom, hogy mit olvas. Nagyon jó szöveget olvas, de fölfogható valami kis regénynek is akár az egyik írás, és fölfogható történeti dokumentumnak is. És abban is hasonlít, hogy kanizsaiak, kanizsához kötődők jelennek meg benne. A kanizsához kötődés is azt jelenti, hogy három olyan alkotónk van már régóta, akik itt voltak, fiatalok, középiskolások, általános iskolások, 20 évesek, és ezek az írások, ezek sok erre utaló emléket is felhoznak. Sós-Sóska ilyen Lentiből például, vagy a Lovak Kanizsai József Budapestről, és ők maguk környezetében, Lentin és Budapesten, a Kudi körben ápolják is ezt a kapcsolatot, tehát minket is hívnak, a Kanizsai antológia itt irigyelt dolog. Ami különlegessé teszi az, hogy megérte a 16. kötetet, ugye 2015-ben a 16. kötete, ez azért van így, mert hogy egy volt, egy esztendő, amikor kettő is meg tudott jelenni, de én szerintem normálisan ez elég, ez az egy évente egy kötet, lehet válogatni, és megint sokan, 32 alkotó tudott bemutatkozni, tehát sokan vannak ilyen a kötetben, megint volt, aki kimaradt nyilvánvalóan terjedelmi okokból, és megint volt, aki kimaradt, mert még ezt a lécet nem tudtam megugorni, bár én őket is bátorítani szoktam, és azért beszéltem is többükkel, hogy nem kell csiggedni jövőre, és addig kell bemunkát, illetve dolgozni kell addig is. Nagyon nagy öröm, hogy türelmesek az alkotók. Én ezt hadd emeljem most ki ebbe a türelmetlen világban. Tehát olyan módon türelmesek, hogy 6 olyan írás van benne, amit tavaly ígértük, hogy beteszünk, mert terjedelmileg nem fért bele, de túl sok volt, de fontosnak tartjuk. Megfeleztünk írásokat például a szerző beleegyezésével, és például Szabadi Tibor barátom tavaly azt mondta, inkább ne az ő írás ennyi meg, hanem a tanítványai ér jobban, ők sokkal kevésbé, és most viszont akkor az ő fordításait tettük be. Nagyon fontos egyébként ez a vonal, hogy van fordítás, mert azon túl, hogy nyilván igyekeznek hülyen fordítani és jó minőségben, olyan világokat mutatnak be, olyan szerzőket mutatnak be, akikről nem tudnak a kanizsai. Tehát nagyon izgalmas az, hogy van egy ilyen rovat, és most már két szerző, Király Lajos és Szabadi Tibor, Vitéz Szabadi Tibor képviseli ezt az irányt. Nyilván, hogy számtalan költő és prózaíró indul el a versenyben, és ilyenkor azért jól lehet válogatni a prózákat, és nagyon érdekes az talán, és ez mindig egyedivé teszi az adott évi kiadványt, hogy mindig vannak különösen arra az évre vonatkozó hangsúlyok. Tehát mindig érzem azt, hogy összetalálkozik az írások, és most ki is alakult két ilyen kis csomag, két ilyen kis összeállítás magán az antológián belül a kezünk alatt. Az egyik az szociális írások, szociális természetű írások, a szegénységről, a hajléktalanságról szóló írások. Nyilvánvalóan ez a társadalom szegényedésének a reagálása, lereagálása. De hát arról szólnak leginkább, hogy szegényen is lehet emberi valaki, vagy ember valaki a szó csupa nagybetűs értelmében. A másik pedig, amivel kezdjük az ódon idő, az pedig olyan számomra ihletetnek tűnő írások, amelyek hely történettel kapcsolatos szép leírások. Kocsis Kati, Uzsoki Marika írásai tanítóról, Kovács Ildi írása. Tehát, szóval ezek az írások, ezek megalapozzák ezt a kötetet egy kicsit, mert egy nagyon érzékeny bemutatást adnak, még ha pedig mondjuk a Kocsis Katalin esetében ugye egy izraelita kántor életét követi végig, vagy azt mutatja be vázlatszerűen, de nagyon élvezetesen. De tehát látszik azt, hogy Kanizsán egy nagyon, nagyon finom kulturális szövet látható, érzékelhető, és ezt le is lehet írni, meg lehet jeleníteni nagyon szépen az írásokban. Úgyhogy boldog vagyok, annak is örülök, hogy van visszatérő alkotónk régóta, nem adott be, és most van, és van azért megint 6 új jelentkező, amiből
akik közül négyen fiatalok, tehát 20 évesek, vagy 10 éves is van köztük egy, tehát ez nem szakadt meg ez a sorozat. Ez nagyon fontos számomra, mert mindig ők keltették a reményt, hogy ebből lesz majd 32. antológia is, és lehet, azt már nem én szerkeztem, de ezért boldogsággal tölt el, hogy ez eddig el tudott jutni.